Aztán tényleg megőrültem, már egy kicsit a szünetbe ledölt. A vadász baleset sokat megmagyaráz azért. A ruhát se vetted le azóta. De ilyet, hogy a Teddy lőjön le. De letagadt, hogy a fejére. Nem, ezt elengedi a fejére. Nem, ezt nem akarja, igen. De a fejedre esik, mondd. Annyi lesz is eltúbként. Jön a neheze. Szerintem szünetig kihúzzuk. Van rá sansz. Na, Juci. A varba. Ilyen most? Juci, ez... Szerencsét a szabad! Én ezt kérem csendi hangnak. Hogy milyen kevés elég neki. Nézd rám, Juci. Állítom, hogy amikor a Juci így nevet, annak gyógyító hatása van. Ezt csengő hangban én szeretném, és a rossz pillanataimban előveszem. Ez olyan édes. Jóban megkapod. Nálunk otthon. Kijön egy CD a Juci összegyűjtött nevetéseivel. Nem is lenne rossz. Na jó, most már rendben van. Jól van én. Nagyon jól érzem magam. Persze. Annyi csak, hogy nem szabad arra gondolod, hogy az Imre fejjel az avarban. Erre az egyre videó. Ezt receptre lehet feliratni? Órákig készültem erre a kurva műsorra, egy perc alatt tönkre vágja az egészet. Hát én még ilyen. Igen, van, bocsánat. Pedig ez nem is humoros, hogy a lába így kalimpa. Attól függ, hogy milyen nadrág van rajta, nem? Abba kis tiszibe van, vagy egy vagy a skót szoknyában milyen az így lába. Őszintén azt se értem, hogy hogy kerülnék a zavarba, amikor havazik. Hogy alá megyek, hogy keresek valami avar. Istenem. Jó, Istenem, az tényleg sírom. Engem meg ránt magával a Juci az avar. Teljesen párhuzamosan röhögök vele, de miért? Mikor hát nem vicces az avar. Ja. Na, rendben van, menjünk valami komoly hírbe. Jó.